akinek a szülei szinte hogy garantáltan szervetlen, ha szabad azt mondani, műveltség vagy civilizáció fenntartásában anyagilag érdekeltek. Tehát még hogyha esetleg szimpatizális velünk, akkor az anyagi érdekeltségei pontosan ellenünkben dolgoznak. Tehát nagyon sokszor meg se tudták mondani, meg előre tudtuk, hogy ezt ki fogja venni a gyereket innen. Miért? Azért, mert ha ő a saját pályájára akarja állítani, tehát legyél ugyanaz sikeres, mint az apád, akkor neki ez nem jó pálya. Miért? Hát azért, mint az első számú erény, az az ingyen kegyelem. Most nála ez a fogalom, ez egyszerűen ismeretlen fogalom. Helyette egyetlen fogalmat ismer, újasság. Érthető? Butasság. Tehát ilyen iskolában én nem fogom járatni a gyerekemet, ahol mújaságra szoktatják, és akkor le fogja gázolni minden egyes versenytársa, akivel neki majd kemény versenyben kell az életben küzdeni. Tehát egyszerűen nem tudja, hogy van más küzdelem típus is. Ő csak a Cain Ábel típusút ismeri. És már kezdi félteni a gyereket, hogy mi lesz belőle. Tehát nem az érdekli, hogy a világ hogy működik, azon belül mi a tényleges erény, hanem az működik benne, hogy sikeres, még sikeresebb, bárkivel szemben sikeres legyen. És ez nem az az út. Ez nem az út, ki is veszi a gyereket. A gyerek belerokkal, ez őt abszolút nem érdekli. Tehát mi utólmúl találkoztunk egy-két ilyen gyereket, egészen döbbenetes volt. Kivették a gyereket az iskolából, jött a következő tanév, és egyszer csak látom, hogy a szobában ülök, és az ajtó alatt bekúszik egy ilyen kis papírdarab. És akkor ilyenkor az ember először nem kinyitja, mert nem krimiben van, hanem fölemel és elolvassa. És akkor egy nagyon kedves egymondatos szöveg, hogy nem tudom, hogy Csokon Gábor bácsi, vagy valami ilyesmi. Kinyitom az ajtót, és csak azt látom, hogy már gyerek arról ott rohan. Szóval egészen félelmetes. És egy kis emlék, valami kis rajz volt még rajta. Szóval ezt a szeretetet, ezt tényleg nem lehet mással pótolni. És ugyanakkor a gyereknek annyira hiányzik, de annyira, ő nem azért szaladt el, mert tudom, ilyen félt megszédeni, semmi, tudta, hogy ez tilos. Tehát őt a szülei megbüntetnék, ha ezt megtudná. De azt is tudta, hogy én nem fogom nekik elárulni. Tehát egészen félelmetes ez a kapcsolatrendszer. Tehát ezt bizony meg kell mondani, ugyanis. Most tényleg nagyon nagy az igény, hogy indítsunk el ilyen iskolatípust. Nagyjából most már túl vagyunk azon, hogy a gyakorlati kérdés, tehát a módszertani gyakorlati kérdések kidolgozottak vagy nem, pontosan a legnehezebb területeken, tehát a matematika, illetve a betűtanulás, ott teljesen kész az anyag. Ez tényleg a legközelebb jövőben lesz, de sokszor már csak sokszorosítani kell. Tehát teljesen mutattam az elején. Annyira kész van, csak hát rengetegen kérik, és egyszerűen nem kérjük a sokszorosítást. Most is mi tartozom már vele. Tehát így ezt nem lehet csinálni, hogy csak azoknak, akiknek pénzük van. Tehát innen kell most már nagyon kemény dolgokat mondanom. Én nem irigylem új gazdagék csemetéitől, de sajnálom a gyereket, hogy miután ide járt és megismerkedett ezzel az erkölcsel, utána éles töréssel fogják a szülei a másik vágányra kényszeríteni. Az pedig, akinek még volna rá igénye, tehát van hagyománya is, otthonról hozott erkölcse, ahol ez nem büntetendő, ha valaki ezt az erkölcsöt vállalja, hanem dicsérendő magatartás, annak meg egyszerűen nincs rá pénze. Tehát ezt meg kell oldani. Na most hogy lehet ezt megoldani? Hát régen ezt úgy oldották meg, hogy egy ösztöndíjrendszer dolgoztak ki. Tehát azt tudjuk, hogy a szegény sorsú magyar parasztgyerek éppen úgy lehetett miniszter, gondolok egy nagyatáli Szabó Istvánra, tehát meg hát volt, nem volt ő egyedül ezzel. Tehát lényeg az, hogy egy ösztöndíjrendszer segítette őket a pályakezdésben. Na igen ám, de az a tanulmányi rendszer, ami felé őket a pályázatok segítették, az egy általánosan elismert tanulmányi rendszer volt. Tehát a mindenkori kormányon lévők épp úgy elismerték, mint otthon a szülők, vagy mint a falusi tanító, és itt a. De most itt másról van szó.
Itt arról van szó, hogy ezt a rendszert, amit én gyalázatosan ismertettem, sem a gengszterváltás előtti, sem a gengszterváltás utáni egyetlen kormány sem fogadta el egy pillanatra sem. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor András Valami Bertalan volt a miniszter, ugyanúgy le se köpött bennünket, most nagyon finoman fejezem ki magam, de a szó legszorosabb értelem pedig tudott róla. Utólag magánemberként megpróbálta a bizonyítványát megmagyarázni négy szem közt. Hivatalosan és nyilvánosan ezt soha nem tette meg. Én már ezért is becsülöm. Mert már ez is nagy szó, hogy legalább odajött és elnézést kért, és próbálta megértetni, hogy nem volt rá módja, én meg tudom, hogy lett volna rá módja. Tehát az a helyzet, hogy mi nem számíthatunk arra, hogy rövid időn belül lesz olyan kormányzat Magyarországon, amely fölismeri az ember elő értéket, és csoportosítani is tud ide pénzösszegeket. Nem nekünk, hanem a gyerekeknek. Tehát nekünk ezt más módon kell megoldani, és meg kell oldani. Na most ezt erre, és ez az utolsó mai leckénk, de ez nem lesz könnyű lecke. Hogy tudnélik, van erre egy modell. Ezt a modellt is kidolgoztuk annak idején, ezt már nem Molnár Józseffel és Falvai Károlyal, hanem Hintalan Lászlóval. Az ő neve is elhangzott itt már többször. Most Hintalan Lászlónak volt egy mondhatni zseniális ötlete. Ő azt a nevet adta ennek az iskola típusnak, hogy életiskola. Ennek pedig mi a lényege? Most ez biztosan bele fog férni, ez tényleg nem lesz az. Viszont azt kérem, hogy ezt tényleg nagyon jegyezzük. Következőről van szó, nagyjából házasan benne van abban a füzetkében, ami kint még úgy láttam, még mindig kapható. Ez a gyermekekről van szó. Ez a kis kiadvány, amitől én a címet kölcsönöztem a sorozathoz. Annyira fontosnak tartom. Tehát következőről van szó. A társadalom az egymást ismerő és segítő sejtekből épül föl. Ha ez nem így van, akkor ez nem emberi társadalom. Na most, mi jellemző egy jelenlegi baráti körre? Ha orvos az, aki köré gyűlnek, akkor a baráti körben orvos 2, orvos 3, orvos 4, orvos 5, orvos 12, orvos 23. Tehát ugyanaz, mint a korosztályi iskolákban, vagy jelenleződés iskolákban. Ha az illető 7 éves, akkor a bal oldalán is 7 éves ül, a jobb oldalán is, a háta mögött is 7 éves, előtte is 7 éves. Tehát egész egyszerűen nem tud emelkedni, hanem csak a legszűkebb körön belül tud kommunikálni, ezen túl legfeljebb a tegnapi Fradi MTK eredményről tudnak hosszan csevegni, vagy a Bigbrotherben most akkor kismocsok, vagy nagymocsok hogyan működött. Tehát egy rendkívül behatárolt témakörön belül. Most egy valódi, tehát egy igazán emberi társadalomban a közösség hogyan alakulnak ki. Úgyhogy ha ő orvos és köré csoportosul, akkor biztos, hogy ő mondjuk pedagógus lesz, a harmadik az mondjuk kiváló vízvezetékszerelő, a negyedik, mit mondjak hirtelen, nagyon jó géplakatos, tehát úgy áll össze a társadalom, hogy egymást kiegészítő tulajdonságok jönnek össze. Ez így késztetést ad arra, hogy mindenki a legjobbat adja ki magából, tehát mindenki átlagon felül művelt lesz. Nem tud betokosodni. Na most ez általában vidéken még működik, nem mindenütt, mert egyfolytában ellene dolgozik a hatalom. Miért? Ezek önellátó sejtek. Nincs szükségük a góvéra. Ezekből szerveződnek azok a mindenett kalákák, ahol mindenki a maga helyén, maga szerepében tud vezetni, és holnap, ha más a munka, akkor másik lesz a vezető, mindenki a legjobbat adja, természetesen nem akar leégni. Most mondom, kitalálták, hogy mi az életiskola. Ilyenek, tehát ilyen szerződések spontánul jönnének létre, de nincs érdekeltség, nem tudja mi összefogni. Abban a pillanatban, ha gyermekeinket mi magunk neveljük, egy ilyen életiskolán belül garantáltan minden szakterületen jobb nevelést kap, és jobb oktatást is, mint hogyha beadom az iskolába. Miért? Azért, mert minden szülő személyileg érdekelt, hogy a legjobbra tanítsa az összes többi szülő gyerekét, mert az ő gyereke is benne van a pakliban.
És egy biztos, hogy ezek között egyetlen egy is irodalmár, még esetleg költő is, hát annak a gyereksereknek messze magasan jobb lesz az irodalmi műveltsége, mert élmények során szerzi meg, és megbízható tudás van mögötte. Mint hogyha beiratja egy iskolába, és ímmel álmalottan megvasszik a szájába a tej, miközben mondja a talpra magyar. Tehát ezek kipróbált dolgok, ami azt jelenti, hogy késztetése van a szülők közösségének, hogy ők magukat is közben egyre magasabb szintre hozzák. Tehát azt jelenti, hogy a nemzetnek a közösségén belül az átlag, hát hogy mondjam, színvonal, műveltség színvonal is gerjesztve van, szó szerint, belülről, nem fölülről, belülről. Erre mondják, hogy hogy lehet ilyet csinálni, csak a ostobaság, ezt már mondták akkor, amikor ez megfogalmazódott. Hát hiszen az szülők itt 8 órát dolgoznak, utána egy második műszakot, hát hogy lehet ilyen ostobaságot kitalálni. És akkor kezdtük el mondani, hogy álljon meg a menet. Először is a szülők nagy része ma nem tud dolgozni. Miért? Mert kirúgták az állásából. Mert kellett az állás a másnak. Ma még általában csak cserében élnek, de holnaptól már a betelepítetteknek kellenek az állások. Gondolom tudjuk, hogy itt nagyon nagy mértékben folyik a betelepítés, és azt is tudjuk, hogy ahogy én megnézem most a kínált lakásokat, hát ezek nem fognak kukázni, ezek a betelepítettek, tehát ezeknek van pénzük ahhoz, hogy megvegyenek ilyen lakásokat, amihez nekem biztosan nem lenne pénzem. És nem hiszem, hogy a jelenlévő közül soknak lenne. Na most ez mit jelent? Gondoljuk, hogy ezeket munkanélkülinek hívták be ide? Hát nem úgy munkanélkülieknek, de hát ezeknek akkor munkát kell biztosítani. Na igen, de ezeket a munkákat ma éppen végzi valaki. Érthető? És aki végzi ezeket a munkákat, az általában bűnös lábú magyar. Tehát ezeket elő ki kell rúgni. És ezt a folyamatot teljesen egyértelműen már megtervezték. Miért? Mert különben nem hívták volna be őket. Tehát egészen nyilvánvá, csak nem képzeljük, hogy azt a iszonyatosan magas lakbért, hát azt majd, mit tudom, ilyen a Gutbácsi Amerikába fogja nekik megküldeni. Hát nehogy. Itt kell neki nagyon zsíros állásokat biztosítani. Tehát ez nem kell közgazdásznak lenni. Tessék meg, hogy saját magukat hirdetik. Ezt igazán kellett számítani. Most ami bennünket ebből a legközvetlenebből érint, az a következő. Nem lesz alkalma napi 8 órát dolgozni a magyar felnőtt lakosság tetemes részének. Tehát azt jelenti, hogy igenis van ideje és van alkalma arra, hogy egy életiskolát megvalósítson. Nem ezért rúgták ki az állásából, de mert hogy kirúgták, most végre van tényleg lehetősége. Tehát ha élni tud ezzel a lehetőséggel, akkor arra is rászoktatja magát és családját, hogy gondoskodjunk egymásról. Egyszerre valószínűleg nem leszünk mindannyian nyomorban. Tehát érezzünk felelősséget azokért, akik most éppen a legnagyobb nyomorban van, és ne hagyjuk őket kukázni, és ne hagyjuk őket feküdni a puszta talajon, a keleti pályaudvar külső oldalán, -20 fokban. Ez csak így lehet megoldani, mert a kormányzat nem fogja megoldani. Nem fogja megoldani. Tessék előre fölkészülni, majd úgy tesznek, mintha cserélnének egy másik kormányzatot, de teljesen mindegy, hogy mi az ászlócsere, mert ugyanúgy fogják ezt a kérdést, ugyanúgy fogják intézni. Hát azért tessék picit visszaemlékezni, hogy mi a különbség a köztem az elmúlt 4 évben EU-ügyben történt, meg mi az a mai. Semmi különbség nincs. Ugyanúgy vonultatnak be az EU-ba. Tehát itt már régen eladtak bennünket a hátunk mögött, miközben egyfolytában haragszomrádot játszik egymásra az úgynevezett jobb oldal, meg az úgynevezett bal oldal. Egyik az MTK, másik a Fradi, de ugyanaz a tulajdonosa. Tehát itt már nem is lehet megjátszani azt, hogy ez valódi ellentét, ahogy valódi ellentét. Itt egyszerűen egy hajsza a pénz után, a vagyon után, erről van szó, és az égvilágon semmi másról. Tehát arról van szó, hogy igenis az élet fölkínálta a lehetőséget. Teljesen rajtunk múlik, hogy ezt az életiskolát megvalósítjuk-e vagy nem. És itt jön a keményebb része a dolognak. Mit tetszik gondolni, hogy a Laudának végül is miért nyertek? Semmiféle esélyük nem volt a nyerése. Nálunk is kisebb nép,
az állít felfegyverzett ellenséggel álltak szembe, aki folyamatosan tömeggyilkosságokat követett el ellen.